Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Magasztaljuk fennállva a mi Urunkat, énekeljük a 135. Zsoltár első versszakát. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk a mi Istenünket a 417-es dicséret éneklésével. A 417. dicséretet énekeljük. Thank you.
alázatos és nyitott szívvel hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét. Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 33. részből az első 11 versszakot. Így szól hozzánk Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mond nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor, ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. A vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmentette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utól, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tér meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented lelkedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek. Ránk nehezedtek bűneink és vétkeink. Elsorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Kísérje áldás az ige olvasását, hallgatását és befogadását. Imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk téged, felséges Istenünk, mert mindöröktől fogva mindörökké létezel, nem változol. Egyedül te vagy hatalmas, mindenható és örökkévaló Isten. Hálát adunk neked az elmúlt hét minden áldásáért, az oltalomért, az erőért, a vigasztalásért, amit adtál. Köszönjük, hogy átsegítettél bennünket nagyon nehéz perceken és órákon. Köszönjük, hogy amikor örömet adtál, háládatosságra indítottad a mi szívünket. Így szeretnénk megköszönni a reformáció ünnepét is. Így szeretnénk megköszönni a vigasztalást, a gyógyulást, az erőt, amit adtál nékünk. Szeretnénk könyörögni hozzád. Könyörögni bűnbocsánatért. Könyörögni kegyelemért. Kérünk, bocsáss meg nékünk. Légy kegyelmes hozzánk. Vétkeink miatt ne büntess meg bennünket, hanem Jézus Krisztus érdeméért bocsáss meg nékünk. Könyörgünk
az élet beszédéért, a te igédért. Amit már hallhattunk ezen a mai napon, kérünk, vésd a szívünkbe, hogy ne utasítsuk el a figyelmeztető szót, sőt, mi magunk is legyünk azok az emberek, akik figyelmeztetünk másokat szeretettel, hogy el ne vesszenek. Add, hogy nyitott legyen a fülünk és a szívünk. Add, hogy legyen bennünk kíváncsiság, érdeklődés a te akaratod iránt. Könyörgünk azért, hogy emberi hiba ne legyen az ige megértésének útjában, ne legyen akadály ezen a mai napon. Kérünk téged, lelked és igéd által, légy jelen. Amen. Ige hirdetésre készülve a 167. dicséretet énekeljük. A 167. dicsérettel készüljünk Isten igéjének meghallására és befogadására. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelében, a 7. rész 8. versétől a 10. verssel bezárólag, eképpen. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket. De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Pál apostol második levele azért maradt meg a mi számunkra, és azért marad meg az idők végezetéig, mert
örök időszerűsége van. Pál apostol története, levelezése a korintusiakkal időszerű a mai élő ember számára is. Az apostol távol van, de aggódik a gyülekezetért, és levelet ír nekik. Szeretettel ugyan, akkor is őszintén, egyenesen, igazi, baráti, testvéri felelősséggel, mentő szándékkal. Valószínű, hogy olyasmit írt a gyülekezetnek, ami nem esett jól, amire csak azt mondták, amikor elkezdték olvasni a levelet, hogy nem ezt vártuk. Az apostol valahol messze van, mi itt élünk Korintusban, nekünk itt van egy gyülekezetünk, egy életünk, és ő most bennünket távolról, mondjuk így, kioktat, figyelmeztet, megfed. Nem ezt várták a korintusiak. Megszomorodtak. Az ember dicséretet, elismerést, biztatást vár. Azt várja, hogy azt mondják neki, csak így tovább, így csináld. Nem ezt kapták. Megszomorodtak. Az ember inkább erre hajlandó. Az érzések nagyon meghatározzák ma is a mindennapjainkat. Azt olvassuk, oda megyünk el, azt hallgatjuk, amitől jól érezzük magunkat. Középpontban van az, hogy érezzem magam jól, jó legyen nekem. A mának, a pillanatnak élve az fontos, hogy most jó legyen. Jól érezzem magam. De mi lesz a következménye, hogy hogyan hat az életem, embertársaimra, környezetemre, nem számít. A fontos, most jó legyen. Kedves testvéreim, mi erre hajlunk a kapcsolatainkban is. Erre vagyunk partnerek, erre vagyunk vevők. Mit szoktak mondani az emberek? Azt, hogy a békesség kedvéért nem veszem el a kedvét, nem sértem meg. Egy kicsit lemondóan azt mondják, az ő dolga. Így éljük mindennapjainkat. A családban, a gyülekezetben, a közösségben. Ezer meg ezer hibát látunk, emberi mulasztást, gyarlóságot és bűnt, de nem szólunk. Azt mondjuk a békesség kedvéért, ő csinálja azt, én csinálom ezt. Közben elítéljük, közben vádoskodunk, közben kárhoztatjuk, de nem vagyunk őszinték, nem vagyunk egyenesek. És nem mondjuk meg azt, hogy az az út, az az elképzelés, az a célkitűzés, az az életvitel, ez vagy amaz, a cselekedet, bajt okoz, a végeredmény rossz lesz. Kedves testvéreim, Isten az ő igéjében, ezen a mai napon bennünket szeretne ebből a hamis élethelyzetből kiemelni. Szeretne bennünket ráébreszteni arra, hogy a dolgokat halogatva embertársaink és a világunk egyre csak eltávolodnak egymástól, és egyre csak romlik a helyzet. Pál apostolnak gondja volt a korintusiakra. Kötődött hozzájuk. Nem csak ismerősei voltak a korintusiak, hanem barátai. Nem csak barátai, hanem testvérei. És féltő szeretettel ír nekik egy levelet. És ebben a levélben olyasmikről ír, ami miatt a gyülekezet elkeseredik. És egy pillanatra még az apostol is bánkódik, hogy megszomorodtak. De azt mondja, de most már örülök. Mert az ő megszomorodásuk Isten szerinti megszomorodás volt. És nem ember szerint, nem e világ szerint. Kedves testvéreim, az apostol példaként áll előttünk. Felvállalja az őszinte, komoly figyelmeztetést.
feddést. Ebben a bibliai szakaszban két megszomorodást különböztet meg a Szentírás. A megtérésre való Isten szerinti megszomorodás, és a világ szerinti megszomorodás. Kedves testvéreim, nekünk is küldetésünk, feladatunk megélni hitünket, és felelősséggel lenni embertársaink iránt, akiket igen figyelmeztetnünk kell, hogyha a Szentírás alapján látjuk azt, hogy rossz úton járnak, rossz értékek után mennek, és az életük vége kárhozat. Nem úgy kell beszélni velük, hogy nézd csak, én jobb vagyok, mint te. Te is lehetnél ilyen, mint én. Nem. Nem magunkat kell példának állítani, abból sosem lesz jó dolog. Hanem az Isten szeretetéről kell beszélni. Arról kell beszélni, hogy minden ellenszegülés, lázadás, bűn, az elsősorban Istent sérti, őt keseríti meg, ami mennyei atyánkat szomorítja. Kedves testvéreim, Isten szerinti és a világ szerinti szomorúság következménye egészen más. Élet és üdvösség, halál és kárhozat. Ezért fontos ezt a mai igét mélyen a szívünkbe vésni. Ezért van az embernek kötelezettsége is. Kapcsolataiban is, emberi kapcsolataiban, és az Istennel való szövetségben vannak kötelezettségeink. Azért vannak kötelezettségeink, hogy alkalmunk legyen arra, hogy halljuk az Isten szavát. Arra, hogy igét olvassunk. Azért van kötelezettségünk, hogy kapcsolatban maradjunk az Istennel, az imádkozás által. Így van kötelezettségünk embertársaink felé is. Kell, hogy legyen alkalmunk elmondani a jót, a bátorítót, a vigasztalót, a figyelmeztetőt, a felemelőt, de alkalmunk kell, hogy legyen elmondani azt is, ami nagyon-nagyon veszélyes, ami romlásba visz, ami tönkretesz. Így van kötelessége a szülőnek a gyermek iránt, a testvérnek a testvér iránt. Így van kötelezettsége embernek embertársa iránt. És így van lehetősége is. Mi nem szeretjük a kötelességet. Mi inkább a szabadságot, a jogot szoktuk kiemelni. De az isteni rend szerint, akik Istennel szövetségben vannak, azoknak van Isten iránt is kötelezettségük. Ezért merem és vállalom hirdetni, hogy az embernek a nyugodalom napján Isten tiszteleten van helye, hogy hallja az Isten igéjét. Hogy azért adatott meg az embernek az ész, az olvasás lehetősége és az anyanyelvi szentírás, hogy olvassa azt a szentírást. Hogy Isten tanítását, biztatását, vigasztalását, de ugyanúgy figyelmeztetését és feddését is megtalálja benne, és megkapja belőle. Kedves testvéreim, ezekről mind-mind nekünk beszélnünk kell embertársainknak. Isten bennünket most, mint egy közösséget, lelki gondoz. Atyai szeretettel, előrelátóan, megszólít, mert szeret. Így kell nekünk is ezen a héten tovább mennünk. Akik halljuk Isten szavát, feladatként kell vennünk az ő szavát. A televízió által, az operatőrök által talán ma sokakhoz eljut Isten igéje. És talán nézik, majd hallgatják, és azt mondják, hogy valóban. Kedves testvéreim, a gyülekezet minden tagja szeretettel kell, hogy szóljon
családtagjai, ismerősei körében. Szeretettel kell, hogy figyelmeztessen, személyes beszélgetések alkalmával, mert a tét nagy, élet vagy halál, üdvösség vagy kárhozat. Kedves testvéreim, vizsgáljuk meg önmagunkat. Szeretjük-e úgy gyermekeinket, hogy szólunk nekik akkor is, ha pont abban a pillanatban megszomorítjuk őket, elveszük a kedvüket, figyelmeztetjük-e őket, amikor azt látjuk, hogy baj leselkedik rá. Egy gyerek vigan a győzelem reményében fut a labda után, talán észre se véve azt, hogy már az utcán van. Nem néz se jobbra, se balra, és talán közeledik egy jármű, ami az életét veheti el. Szólunk neki, kiáltunk utána. Ugye igen, életét mentve rohanunk, meg akarjuk állítani. El ne vesszen. Ugyanilyen gondoskodással és szeretettel, életet mentő üdvösséget, elősegítő szeretettel kell kiáltanunk, szólnunk, mentenünk embertársainkat, családtagunkat, gyermekünket, hitvestársunkat, barátunkat, munkatársunkat. Kedves testvéreim, Isten ezt bízza ránk ezen a héten. Még komoly konfliktusokat is fel kell vállalni. Felejtsétek azt el, hogy nem akarom elvenni a kedvét. Felejtsétek azt el, hogy az ő dolga. Mert amikor már azt mondjátok valakire, hogy az ő dolga, már lemondottok róla. Már intettek is, észre sem veszitek. Ne mondjátok ezt. Hanem szeretettel, imádkozva, beszélgetési lehetőségekért, alkalmakért, az igéért, a szóért, amivel embertársaitokat jó irányba terelhetitek, szóljatok. Nem sértően, nem ítélkezve, de leleplezően, őszintén, türelemmel, ismerve a felelősséget a másik ember iránt, és komolyan véve azt a nagy kegyelmi ajándékot, hogy ti már hallottátok az Isten figyelmeztetését. Nem csak magunkért vagyunk hívő emberek, társainkért is, és teremtett világunkért. Ezért hálából, hittel cselekedjünk. Cselekedjük Isten akaratát, dicsőségére és embertársaink javára. Imádkozzunk azért, hogy akik e világ szerint megszomorodtak, azok el ne vesszenek, és inkább embertársaink, szeretteink Isten szerint szomorodjanak meg bűneik miatt. Az örök üdvösségre. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 419. dicséret 3., 4., 5. versszakának éneklésével. A 419. dicséret 3., 4., 5. versszakát énekeljük. Thank you.
imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te életet mentő, féltő szeretetedet. Köszönjük, hogy ez a szeretet vállalta érettünk, üdvösségünkre a szenvedést, a kereszthalált. Köszönjük, hogy győzelmet vettél a halál fölött, feltámadtál harmadnapon. Köszönjük, hogy láthattak tanítványaid, megjelentél nekik. Köszönjük, hogy a kételkedőnek is adtál lehetőséget, hogy találkozzon veled. Kérünk, a Te igéd és lelked által találkozz velünk is. Újra és újra adj lehetőséget nékünk, visszaesőknek, kételkedőknek, hogy higgyünk benned. Könyörgünk azért, hogy Te adj vigasztalást a gyászoló családoknak. Te adj erőt, Te adj hűséget. Könyörgünk azért, hogy hitükben Te erősítsd meg őket. Hogy ne a halál győzelme legyen szemük előtt, hanem a Te dicsőséged. Kérünk Téged, felséges Istenünk, azokért az emberekért, akik valamilyen rabságban, szenvedélybetegségben élnek, és a vesztükbe rohannak. Könyörgünk azokért, akik nem akarnak figyelni a szóra, nem akarnak figyelni a Te szavadra. Te lágyítsd meg az ő szívüket, nyisd meg az ő fülüket, hogy el ne vesszenek, hanem életet nyerjenek. Könyörgünk azért, hogy erősíts meg bennünket, ami küldetés tudatunkban. Bennünket, kiket apákként, édesanyákként őrállóvá tettél a családban. Hogy legyünk felelősséggel gyermekeink iránt. Legyünk felelősséggel testvéreink iránt. Legyünk felelősséggel a gyülekezetünk, a falu közössége iránt. Kérünk Téged, tégy bennünket imádkozó emberekké, hogy tudjunk imádkozni azokért, akikhez szólnunk kell, akiket figyelmeztetnünk kell, akiket nem elítélnünk kell, hanem felét fordítani. Kérünk Téged, felséges Istenünk, hallgass meg imádságunkat és áld meg ezt a hetünket. Segíts meg bennünket, hogy megragadjuk az alkalmakat, amikor bizonyságot tehetünk rólad, és megmentő szeretetedről. Így kérünk Téged ezen a mai napon, hallgasd meg könyörgésünket, áld meg életünket hittel, bizonyságtevő lélekkel. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, kedves testvéreim, az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy jobb adni, mint kapni. Hirdetem, hogy a mai perselypénz missziói célra van kitéve, hogy egyházunk tudja teljesíteni küldetését. Hirdetem, hogy ma délután 2 órakor kiskörzeti csendes délutánra kerül sor Csetfalván a református gyülekezetben. Hirdetem, kedves testvéreim, hogy Isten tiszteletünk második részében keresztelőre kerül sor. A keresztség sákramentumában Varga Dániel és Samó Klina fiát, Dánielt, és Bajnok Sándor és Dér Erzsébet fiát, Ábelt fogjuk részesíteni. Isten áldja és őrizze meg a gyermekeket és szeretteiket.
A hirdetések második felét majd a keresztelő után hallgathatja meg a gyülekezet, most pedig fogadja az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Keresztelőre készüljünk, énekeljük a 255. dicséretet. A 255. dicséret első két versszakát énekeljük. Máté evangéliuma 28. részében, a 18. verstől eképpen. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából a 6. rész 33. verséből olvasom eképpen. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves szülők és keresztszülők, a gyermek áldás ajándék.
Isten kegyelméből kaptátok meg a harmadik áldást, kedves bajnok család. Isten kegyelméből kaptátok az első gyermekáldást, az első fiút, kedves Varga család, azért, mert az Isten szeretett benneteket. Áldásként adta azt, amiért az ember nem tud megdolgozni, megküzdeni, amit az Úristen jó voltából és szeretetéből ad, az életet. Így kaptuk mindnyájan kegyelemből az életet, Isten ajándékaként. És még a gyermekáldás örömét is beárnyékolja a földi lét felett való aggodalmaskodás. Mert amikor az édesanyja, az édesapa legelőször a kezébe veszi a gyermeket, örül neki, nézi, hogy milyen, kire hasonlít, elgondolkozva egy idő után felüti a szívébe a kérdést, vajon mi lesz belőle? Vajon milyen élete lesz? Vajon fel tudjuk-e nevelni? Vajon el tudjuk-e indítani az élet útján? Vajon mi lesz ennek a gyermeknek a sorsa? És az ember szívében rögtön elindul az aggodalmaskodás, a félelem, aggódni a holnapért, majd mit tegyen, mit igyon, miben ruházkodjon, hogy fogjuk majd elindítani az élet útján, hogy fogjuk majd tanítatni, hogy fogjuk majd emberré formálni, embert faragni belőle, és az emberben ott van egyfajta egészségtelen aggódás, mert azt hiszük, hogy ez mindig a mi kezünkben van, hogy minden csak rajtunk áll. Az Úristen valóban a kezetekbe adta ezt az ajándékot, de azt mondja az Úr, az élet több annál, mint a test dolgai felől való gondoskodás. Az élet több annál, mint azon aggódni, hogy majd mit tegyünk, meg mit igyunk, meg miben ruházkodjunk. Azt mondja Jézus, ezt a pogányok kérdezik, akiknek nincs Istenük, akiknek nincs Isten hitük. Ők aggódnak így, akiknek nincs a megváltóba vetett hitük. Ők aggódnak ruházatért, testért, táplálékért, földi dolgokért. Ne ezért aggódjatok, mert az élet több ennél. És ha felvetődik a szívetekben az egészséges szülői aggodalom, amely nem könnyelműség, akkor az legyen fontos dolgokon, hogy valóban mi lesz ennek a gyermeknek a sorsa, a lelkével mi lesz. Az élet több a testnél, több az élet a ruházkodásnál, az élelemnél, mi lesz belőle felnőve, milyen lesz az ő lelke, milyen tiszta lesz. Aggódjatok azért, hogy mivel fog majd táplálkozni ezen a földön, amikor majd elindul gyermekként, mit szív magába. Hol fog tanulni? A tévé előtt? A számítógép előtt? Buta játékok előtt? Vagy lesz anyja, apja, nagyszülője, nagymamája, nagyapja, akik majd tanítani fogják az élet dolgaira? Keresztszülők, akik felelősséget vállalnak érte, hogy igenis, hitben fogjuk nevelni. Hogy ő majd maga önként tegyen vallást a Jézusba vetett hitéről. Több az élet, azt mondja Jézus, mint földi dolgokon való aggódás. És keressétek először az Isten országát, és ráadásként, ami élet-halál harcunk itt a földön, azt mondja az Isten, ráadás. Nálam már csak ráadás, amitől mi lehet félünk, izgulunk, idegeskedünk, nála el van készítve minden ember számára. Sorsunk, az életünk az ő tenyerébe mecve. És nem más történik most itt, e fogadalomtételben, a keresztségben, hogy Isten az ő nevüket tenyerébe fogja metszeni, Isten az ő pecsétjét, Krisztus vérét elhelyezi az ő homlokukon, hogy meg legyenek jelölve Krisztusnak elkülönített szent. Adjon az Úristen bölcsességet szülőknek, keresztszülőknek ebben a szentségben nevelni, hogy ők is majd keressék először az Isten országát, és első legyen az életükben
mert ráadásként az Isten mindent elkészít és megad. Merjetek ezzel a hittel Istenre tekinteni, és ma az ő szent kezébe, megtartó kezébe, amit az Úr Jézus Krisztusban nyújtott ki felénk, letenni, odaadni ezeket a gyermekeket. Krisztusba oltatás, az ő egyházába, testébe, gyülekezetébe ajánljátok, adjuk ma ezeket a gyerekeket. Hadd legyen ott jó helyen, és találjátok meg ti is a helyeteket ebben a testben, ebben a közösségben. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, kedves szülők és keresztülők, két kérdést intézek előtökbe, melyre feleljetek őszinte szívvel, hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ígéritek-e, hogy e kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Most pedig gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméde a mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és hiszem az örök élete. Amen. Kegyelmes Istenünk, téged áldunk és magasztalunk ebben az órában. Neked adunk hálát az élet ajándékáért. Neked adunk hálát ezért a két kisgyermekért, akikkel szüleiket, családjaikat megajándékoztad. Hálát adunk neked, hogy éppen egészségesen jöhettek erre a világra. Hálát adunk neked, hogy szerető szülők vehetik őket karjaikba, akik mindent meg akarnak tenni ezeknek a gyermekeknek a jólétéért. Istenünk, mégis látjuk azt, olyan sok minden függ tőled, hogy mennyire bízunk benned, hogy mennyire adjuk át az életünket a te kezedbe, és mennyire ragaszkodunk hozzád. Könyörgünk most tőle jövő bölcsességért, e két szülőpárnak, keresztszülőknek, hadd nevelhessék ezt a két kisgyermeket a te ismeretedben, hadd nevelhessék Isten félelemre. Mutasd meg, Uram, a te dicsőségedet rajtuk, amikor majd az élettel betelnek, hadd ismerjék meg a te megváltó nevedet, az Úr Jézus Krisztust, és Uram, hadd legyen szabadítójuk, megváltójuk az örökké valóságban is. Kérünk, hallgass meg bennünket, most és mindörökké. Amen. Ábel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Dániel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ábel, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adja néked az ő békességét. Amen. Amen. Dániel, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adja néked az ő békességét. Amen. Kedves szülők, fogadjátok el a keresztelési emléklapot és gyülekezetünk ajándékát, egy-egy ajándékcsomagot a reformáció évében. Elhatározta a gyülekezetünk, hogy a reformáció gyermekeit, akik ebben az évben születnek, azokat megajándékozzuk, és egy ilyen csomagot szeretnénk átadni a családfőnek, édesapának, amiben a gyerek számára hasznos dolgok lesznek. Fogadjátok szeretettel! Záró énekünk a 285. dicséret, 5., 6., 7. és 8. verse. A 285. dicséret, 5. verse így kezdődik. Ti fáradt tagok, mostan tegyétek le nyugodtan a napnak terheit.